És vendégünk Tovest Kárstein, Norvégia budapesti nagykövete. Értelemszerűen ott folytatjuk, ahol az előbb miniszter úrral abba hagytuk. Talán ön is hallotta a beszélgetést, azzal vádolta önöket, a miniszter úr, hogy hisztérikusan reagáltak erre az egész ügyre. Nos, úgy gondolom, hogy bár az interjú csak részben hallottam, de a témával természetesen már máshol is találkoztam a véleményekkel. Természetesen nincsen szó hisztérikus reakcióról a mi oldalunkról. Egy szerződéssel kapcsolatban vannak viták. Csak hogy nemzetközileg is véleményüknek hangot adtak, a norvég miniszter írt a Financial Times-ba, és felszólította az Európai Uniót is arra, hogy rendszabályozzák meg Magyarországot ebben az ügyben, és azt állította Lázár János az előbb, hogy a nemzetközi kritika is a norvég, ő azt hiszem úgy fogalmazott, nyomulás eredménye. Nos, úgy gondolom, hogy ez sokkal később történt az időrendben. Hogyha megfelelő időrendet nézzük ebben a konfliktusban, akkor ez februárban, márciusban jelent meg ez a cikk, amire ön utalt. Ez egy sokkal hosszabb folyamat, amiben mi most benne vagyunk. Igyekszünk ezzel kapcsolatban párbeszédet folytatni a magyar oldallal, még nem találtuk meg a megoldást. A miniszter reakciója alapvetően a civil szervezeteknek a megfélemlítésekre, a civil társadalomnak a megfélemlítésére vonatkozott. Maga a vita az egy technikai jellegű, és korábban kezelődött a két ország között. Azt is mondta Lázár János, hogy ők nem vegzálni akarják a civil szervezeteket, csak ez a pénzosztó folyamat, amit itt az Ökotárs Alapítvány kezel, ez átláthatatlanul működik, és mindig ugyanaz a kör kapja érdekes módon a pénzeket. Ez önöknek eddig miért nem tűnt fel, hogyha így van? Honnan tudják önök, hogy megfelelő a pénzosztás gyakorlata? Először is. Hogyha vehetünk egy párhuzamot, hogyha Magyarország olyan civil társadalmakat támogat, hogyha példát vesszük Egyesült Államokban, Európában, és hogyha ez tisztán magyar pénzről lenne szó, akkor az ellenőrző, annak az országnak az ellenőrző bizottsága természetesen vizsgálatot folytathatna, és erre nekünk lenne reakció lehetőségük. Mi nem félünk az áttekinthetőségtől, a transzparenciától. Ebben érdekünk az, hogy együttműködjünk a magyar féllel. Nekünk is érdekünk az, hogy a mi általunk biztosított pénzt megfelelően használják fel. Várunk a KEHI jelentésre, és várunk arra, hogy mi lesz ennek a tartalma. Amikor azokra a vádakra utalok, hogy az eljárás, a folyamat, a pénzosztásnak a folyamata nem volt elég transzparens, vannak először is bizottságok, akik válogatnak, amelyek nagyon áttekinthetően állnak föl, és ők vizsgálják a pályázatoknak az alapját. Ezek a bizottságokban nekünk semmi szerepünk, részvételünk nincsen, évek óta működnek ezek. Miért csak most jelentkeztek ezzel kapcsolatban problémák? Miért nem kaptunk ezekről korábban észrevételt, hogyha voltak ilyen problémák? Mi a sornak a végén állunk, az összes korábbi döntést tőlünk függetlenül másod történnek. Hogyha ezzel kapcsolatban probléma volt, akkor ezzel kapcsolatban ez egy nagyon késői visszajelzés. Magyarok vesznek részt a bizottságokban, a döntési bizottságokban, ezek a projektek itt dőlnek el. Vagyis ugye arra gondol, hogy a magyar kormányképviselői is ott vannak. Egyébként azt állítja a magyar kormány, és például Csepregi Nándor többször elmondta ezt, és Lázár János is utalt rá, hogy ők évek óta próbálnak a norvég félnek jelzéseket adni, hogy aggályaik vannak ezzel a rendszerrel kapcsolatban, és egyszerűen nem hallgatták meg őket. Nem értem ezt a fajta reakciót és ezt a véleményt, hiszen van egy egyezmény, van egy nagyon világosan felállított eljárási rend évekkel ezelőtt, még az én időszakom előtt kezdődött az együttműködés, ismerem ennek a folyamatát, Navracsics miniszter úrral is ebben tárgyaltunk.
Tehát azok a miniszterek, akik ebben felelősek voltak, hozzájárultak ezeknek a döntési bizottságok a felállításához. A Népjóléti Minisztériumnak a képviselője, ez nem hozzánk tartozik, ez itt Magyarországon dől el. Hogyan lehet mostantól eljutni egy megegyezésig? Ugye azt mondta Lázár János is, hogy ő erre törekszik, és a KEHI vizsgálat lezárása után akarja ismét felvenni önökkel a kapcsolatot ez ügyben, de önök ezt a vizsgálatot korábban mondták, alapvetően nem ismerik el. Akkor a vizsgálat eredményén mi múlhat utána? Hogyha tegyük föl, találnak valamit. Nem fogadjuk el ennek a vizsgálatnak a jelentését, ennek a jogszerűségét, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem így van. De hogyha ebbe a KEHI jelentésben vannak hiteles bizonyítékok arról, hogy a pénzeknek a felhasználása körül szabálytalanság, vagy akár bűncselekmények történtek, akkor természetesen ezzel foglalkoznunk kell. Ez egy komoly kérdés. A hiteles bizonyítékok esetén nekünk, mint a pénz biztosítónak is fontos az, hogy kiderüljön ezekről a vádakkal kapcsolatban, hogy igazak vagy sem, hiszen Magyarország egy jogállam, de hangsúlyozom még egyszer, hogy hiteles bizonyítékokra van szükség ezzel kapcsolatban. Feltételezem azt, hogy ebben az esetben a bíróságon fog folytatódni ez az ügy, ami egy megfelelő hely, ahol a jogállamnak a következő lépései történnek. Hogyha többről is van szó, mint csak vádakról és feltételezésekről, általánosságban megfogalmazott véleményekről, akkor mi is ellenőrizni fogjuk ezt, és megtesszük a szükséges lépéseket, és meglátjuk, hogy mi az, amit tehetünk ezzel kapcsolatban. Eddig az Ökotárssal együttműködve 5-6 éve dolgozunk együtt, nem találkoztunk ilyen jellegű problémákkal. Ők a mi érdekünkben dolgoznak, a mi érdekünkben járnak el. Nem foglalkoznak politikával, hanem technikai kérdésekben járnak el a pénz továbbosztásával. Érintett civil szervezetek azt mondják, ők úgy érzik, mintha egy koncepciós eljárás folyna ellenük, aminek ideológiai vonala is van abban a tekintetben, hogy Orbán Viktor fizetett külföldi ügynökökről beszél. Ezt önök hogyan látják? Azt gondolom, ezek a vádak, ez a fajta nyelvezet, a fizetett külföldi ügynököknek az emlegetése egy másik fajta korszaknak a retorikájára emlékeztet az európai történelemből. Azok a civil szervezetek, amelyeket mi támogatunk, 16 különböző országban működnek. Ugyanezen a módon, ugyanezzel a szervezettel, ugyanilyen megállapodások, pontosan ugyanilyen megállapodások alapján, ugyanúgy történnek a pénzeknek az elosztásai, a döntések ezekben a 16 további országban. Sehol nem találkoztunk ilyenfajta kritikákkal, ilyen véleményekkel. Ugyanazzal a országokról van szó, közép-kelet-európai volt, keleti blokkhoz tartozó országokról. Nekünk kötelességünk a megállapodásaink alapján, hogy ezt a pénzt biztosítsuk, nem egy olyan pénzről van szó, amit mi jótékonyságból adnánk, hanem ez Norvégia számára kötelező ezeknek az alapoknak a biztosítása. Ön szerint elképzelhető, hogy ennek az ügynek a kapcsán, ennek a pénznek, a civileknek szóló része a norvég alapoknak leálljon? És ne kapják meg a szervezetek a már folyóban lévő projektekre a megítélt pénzeket? Nem, úgy gondolom, hogy ez az alap, ez szinte már teljesen kimerült, nincsen sok hátra lévő döntés. Ha van olyan kérdés a magyar kormányzat részéről, a magyar kormányzat képviselő részéről az Ökotárs felé, akkor ebben úgy gondolom, hogy már nincsen jelentős összegekről szó, hogyha ha nincs befejezve még ez a munka, akkor ezt Norvégia tudomásul veszi. Na de a következő körre a pályázatoknak csak most zajlik, 15-e azt hiszem a pályázati határidő, aztán valamikor februárban születnének a döntések. Ezeket a pénzeket le lehet most állítani? Nos, úgy gondolom, hogyha az Ökotárs
tovább dolgozhat, akkor a menetrend szerint, az időzítés szerint tovább fog folytatódni a folyamat. Ebben nincsen szerepe a nagykövetségnek. A magyar szakértők, az ökotársnak a dolga az, hogy ezek az általunk részesített rendelkezésre bocsájtott alapokat megfelelően széthozzák. Tehát önök nem fogják leállítani ezeket a pénzeket, hogyha jól értem, amit mond, a civil pénzeket, viszont azt nyilván tudja, hogy az alapítványoknak az adószámát felfüggesztették, ez vezethet oda is, hogy aztán törlik. Igen, pontosan erre utaltam. Hogyha a civil szervezeteknek a munkáját ellehetetlenítik, akkor a szervezetesen érint bennünket is. Abban az esetben, hogyha az ökotársnak az adószámát felfüggesztik, abban az esetben nem tudom, hogy hogyan fog folytatódni, lehet, hogy visszakapják, lehet, hogy nem. De ha visszakapják, akkor folytatjuk a munkát. Nélkül nyilván, de hogyha nem teszik lehetővé a számukra a munkát, akkor ez nem a donor nemzeteknek az akaratából fog így történni. Az előfordulhat, hiszen adószám nélkül nem dolgozhat egy ilyen alapítvány, viszont ezt a pénzt önök már megítéltek erre a célra, hogy ezek után a Norvégia azt mondja, hogy átveszi ezt a programot, és akkor nem egy magyar alapítványon keresztül folyósítja ezeknek a civileknek a pénzeket, de változatlanul folyósítja, valamilyen más formában Norvégiából koordinálva, vagy akkor ezek a pénzek elvesznek? Először is hangsúlyozom, hogy nagyon kevés pénzről van szó, ami maradt ebben az alapban. Mi abban vagyunk érdekeltek, arra készülünk, hogy az ökotárs fogja a további szétosztást szétosztani, hogyha eznek a lehetősége nem lesz meg, akkor átvizsgáljuk a kérdést. Mekkora esélyt ad most annak, hogy itt még lehet megegyezés? Nem tőlünk függ ez. Azt gondolom, a magyar oldalon van a labda. Nekik kell megtalálni a megoldásnak a lehetőségét. Úgy gondolom, hogy a donorok, a pénzfelajánlók várakozó állásponton vannak. Természetesen, ahogy mondtam, az ökotárs mögött állunk, nem volt korábban a velük való együttműködésben problémánk. Nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy milyen eredménnyel zárul a KEHI vizsgálat. Ha jól értettem az előző interjúban, az hangzott el, hogy ha nem lesz a vizsgálatban elmarasztalás, akkor bocsánatot fognak kérni az ökotárstól. Ezt valóban meglátjuk. Minden esetre a norvég európai ügyi miniszter azt írta a sajtóban a magyar kormányt általánosabb értelemben is kritizálva, hogy kiveszni látszanak a demokratikus értékek. Mit értettek ide? Nos, úgy gondolom, hogy nem ő volt az egyetlen, aki ezt az aggodalmat megfogalmazta. Az OEC tagállamok részéről is hallottunk hasonló kritikákat Magyarországgal kapcsolatban. Külföldről nézve valóban fennáll a civil szervezetek megfélemlítésének a lehetősége. Csak a civil szervezetek ügyére gondoltak, vagy más problémájuk is van? Nem, elsősorban, és természetesen a civil szervezetekről arról is beszélt a miniszter, hogy illiberális államot építenek Magyarországon. Ez már egy másik kérdés, ha jól sejtem. Úgy gondolom, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök úr volt, aki a nyáron megkérdőjelezte bizonyos demokratikus értékeknek az érvényesülését. És önök ezt hogy értelmezik? Országi demokrácia, annak a lehetőség, hogy független civil szervezetek működnek, egy alapvető feltétele annak, hogy az Európai Unió értékeinek megfelelő demokrácia megvalósuljon Magyarországon. Azt lehet tudni, hogy az amerikai politika legfelsőbb szintjeiről is nagyon sok kritika érte mostanában Magyarországon. Lázár János is utalt erre, máshol is megfogalmazódott a vád, hogy a norvégok érdekérvényesítése lehet ebben is. Azt az amerikai követségi ügyvivő elismerte, hogy ők tájékoztatják természetesen az elnöküket és a kormányukat. A két követség együttműködött ebben a kérdésben? Természetesen minden nagykövetség együttműködik mindenütt. Ez a mi munkánknak a
együttműködésünknek a része. Tehát én is kapcsolatot tartottam ebben az ügyben egy héttel ezelőtt az amerikai kollégámmal. Megbeszéltük, elmondtuk egymásnak, hogy hogyan működnek a nem civil szervezetek. Megtettük ezeket a lépéseket, ezeket az egyeztetéseket, de azt gondolom, hogy túlértékelik annak a jelentőségét, ahogy a nagykövetségek, diplomaták szerepet játszanak ebben az ügyben. Azt gondolom, hogy a tények miatt fogalmazódnak meg kritikák Magyarországgal szemben, és nem valami fajta háttértevékenység következtében. Eddig, amikor pénzről beszéltünk, mindig a 4 milliárdról beszéltünk, amiből mondta, hogy már csak kevés maradt. Itt van ez a bizonyos 36 milliárdos nagy norvég alapos pénz, amiben kutatásfejlesztés, infrastruktúra, népegészségügy, sok minden van. Lázár János azt mondta, hogy reméli, hogy ez a pénz nem veszett el Magyarország számára. Viszont 2016 áprilisig fel kéne használni. Ön szerint van még arra esély, hogy ez sikerülhet? Úgy gondolom, hogy ez is teljes mértékben a magyar oldaltól függ. Nagyon könnyen meg lehet oldani a technikai nézeteltéréseket. Vannak világos feltételek a tárgyalások felújításához. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy megtaláljuk a megoldást ezeknek az alapoknak a további felszabadításához. Azt gondolom, hogy ezt az üzenetet Norvégia nagyon világosan elmondta, és most a magyar kormánynak a feladata az, hogy erre választ adjon. Köszönöm szépen a beszélgetést!